Na szevasztok emberek, mi a helyzet veletek? Mert velem minden rendben van. Ahogy a Molnár Krisztián mondná, de ha megint a Molnár Krisztián elő témának, úgyhogy egy kicsit a faszom ki van ma néha saját magammal. El is tudom képzelni, hogy nektek is néha a faszotok ki van velem, hogy állandóan a Molnár Krisztiánt hozom. Nézem, hogy esik az eső előtérben, a mindegy. Szóval ott tartunk, hogy az előbb bementem, csináltam egy ilyen kocsi perceges dolgot, de nem úgy, hogy a fejemre raktam a kamerát, hanem úgy, mint a Blaker, hogy oda raktam egy öntapadós kis szart, faszán ad a műszerfalra, és tök jó, mert minden. Meg is csináltam egy fasz a kis vlogot, fasza is lett meg minden, és egy probléma volt vele, hogy mit tudom én, csomó maskaköves utca van itt Baján, aztán így rászkodik, alig lehet érteni, amit mondok, mert egyszerűen ez a kattogás, tudjátok, benne van ebben a kis szarba, bele van súsztatva, és így átadott Blakeren, és hogyha megnézitek, néha ilyen rászkodós úton megy, akkor az egész kamera egy mozog, mint az állat, és ezáltal érthetetlen lesz a beszéd, amit én közben nyomok a háttérbe. Háttérbe igazából nem a háttérbe, hanem... Na. Szóval értitek? De kicsit túlfogalmaztam ezt, még én is tudom, hogy mit akartam ezzel mondani. Szóval akkor ezt nem kerül feltöltésre, és ezt szeretném most nektek elmondani, hogy mi is történt. Hát ugye elmentem ugye a bankba, mert ugye nem jött össze nekem az internet banking, ugye első alkalommal sikerült bejelentkeznem, mert mindig csináltam egy OTP-s kártyát, és akkor az első alkalommal sikerült itthon bejelentkeznem. A második alkalommal már nem sikerült, úgyhogy bassza meg. Bementem és kértem segítséget, na ott mindegy segítettek, tök normális volt a kis öreg. Innen is köszönöm a segítségét, uram. És közben, amíg mentem, akkor közben magyaráztam. Például szóba jött az, hogy Fira Hefner, Fira, hogy nekem mostanában mennyire szimpatikusabb, mint régen. És ugye ő azt mondta, hogy a Kimit Tubos az legutóbbi videója, tehát az, hogy a Kimit Tubos történetem, az a címe, és ott mondja, hogy hívják ott, hogy hát az én Kimit Tubos történetem az úgy volt, hogy jelentkeztem, mert nekem előtte már fölkért, vagy megkérdezték, hogy ugye reppel fogok jönni, és akkor én mondtam, hogy hát én már nem rappelek, mert én már butha vagyok. És szóval ez a kijelentés, hogy én már butha vagyok, ez olyan durva, én olyan jót nevettem, komolyan mondom, amikor azt meghallottam, kedves Fira. Tehát hogyha figyelj, hogy te butha vagy, akkor én meg leszek Jézus. Hát nem? Milyen jó már? Én most, hát én most nem parodizálok már többet, mert én most már Jézus vagyok. Kurva jó, ez nagyon jó. Szóval, ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy subscribe, motherfucker! Szóval igen, most már fogom követni, kedves Fira, a munkásságodat neked is. Aska. Cigi percek, nem tudom, hogy ez legyen cigi percek, mondja cigi percek rész, hogy most ezt átnevezhetnénk mondjuk egy Aska percekre. De nem, akkor az meg jönnétek azzal, hogy akkor válaszolod az Aska FM kérésekre. Blablabla. Nem, ASK-n többet már szerintem a csatornán így, olyan formában, hogy eddig is volt, nem lesz. Nem valószínű. ASK. Szép férfias bögén van, látjátok gyerekek? Szóval igen, srácok! Új paródia alany van a szemem előtt, mégpedig Mr. Santa Claus vagy Nikolaus vagy nem is tudom, hogy mondjam, vagy klaustrofóbia. Én nem tudom, hogy mi lesz a művész neve az én videómban, majd kitaláljuk. És szerintem az jó lesz. Ez jó lesz, gyerekek. Előjáróban csak ennyit szerettem volna, srácok. Nagyjából elmondtam, hogy mi történt ott a kocsiban. Közben beszéltem, de amúgy tök jó volt, meg nagyjából lehetett is látni háttérben, ugye kicsi a kocsi. És ugyanek nagy látószögön, és így lehetett látni jobbra-balra, akár még hátul is ki lehetett látni, tök jó. Csak ezt még valahogy meg szeretném mondani, hogy ne legyen ilyen, hogy ilyen macskaköves területekre vagy rossz útra rámegyek, akkor rászkodik, és abszolút nem lehet hallani a hangomat. De lehet, hogy majd valamit fogok egy kicsit klimpírozni rajta, aztán akkor meg fogom csinálni. Tehát oda bevigyeztek valami kis papírt, vagy majd kérek esetleg egy tutoriál videót kedves Turi Tamástól. Hát, ő nekem a segítségemre lesz ebben a kényes ügyben, hogy bírnám megoldani azt, hogy ne zörögjön, illetve ne klimpírozzon nekem ez a kurva kamera, miközben megyek egy rázkódós úton, illetve macskaköven. Na, ennyi lett volna tényleg, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, lehetek volna a legközelebb részén, és bármit, amit csinálhatok, szevasztok, 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 szevasztok.